Negyedik alkalommal szervezték meg Sepsiszentgyörgyön az Engem is érdekel az építészet című rendezvénysorozatot, amelynek záró momentuma ez alkalommal egy országos premier volt. Romániában itt látható először a Térépítés Európában című kiállítás. A térépítés Európában 66 európai példát mutat be városi terek mai kialakítására. A vándorkiállítás első alkalommal látható Romániában. Sepsiszentgyörgyre Pécsről érkezett. A kiállítás anyagát a Velencei Építészeti Egyetem állította össze. Az eredeti 60 plakátból álló anyagot 6 pécsi példával is kiegészítették. Romániából Nagybánya főtere szerepel. Nem a híres, nagyon nevezetes terek bemutatására törekedtek Európából, hanem olyan tereket akartak megmutatni nekünk, amelyiknek a felújításánál a múltbeli tanulságokat levonva, de a jelen eszközeivel tervezve és a jövő számára alakították át, vagy újították fel a tereket. És tehát ez egy nagyon mai, nagyon kortárs, friss építészetet mutat. Az Engem is érdekel az építészet projektet fiatal sepsiszentgyörgyi műépítészek kezdeményezték 4 évvel ezelőtt. Az ötletet az ügyfelekkel való kommunikációs akadályok adták. Arra jöttünk rá, hogy hát más nyelvet beszélünk, tehát hogy mindaz, amit mi 6 év alatt egyetemen megtanultunk, azt nem tudjuk alkalmazni, mert iskolákban hiányzik az építészetről való nevelés, és nem értik, hogy miről beszélgetünk. A program célja nem csak a diákok építészeti nevelése, hanem a jelenlegi felnőttekben is tudatosítani, hogy az architektúra egész környezetünket befolyásolja. A vándortárlatot április 22-ig lehet megtekinteni a Sepsiszentgyörgyi Lábasházban.